Népzene csendült fel a művelődési központ üvegcsarnokában. Határtalan farsang címmel rendezett jótékonysági bált a Nógrád Tánc Együttes február 8-án. A már lassan hagyományosnak mondható eseményen az együttes tagjai és vendégelőadók szórakoztatták a bálozókat. Ez a harmadik határtalan farsang nevet viselő rendezvény a Nógrád Tánc Együttesnek. Az idén egy kicsit változtattunk az eddigi gyakorlaton. Idén próbáltuk egy kicsit jótékonysági bál rendszerben megrendezni. Úgy gondolom, hogy sikeres is volt, hiszen majdnem kétszer annyian vagyunk, mint a tavalyi esztendőben. Idén 45 éves a Nógrád Tánc Együttes, és az idei év, a 2020-as év minden rendezvényét, programját, amin megmozdulunk, ennek a jubileumi időszaknak rendeljük alá. Már elkezdődtek a jubileumi próbák is, amikor is a volt nógrádosok visszajárnak, és együtt készítjük el a december 5-i jubileumi gála műsorunknak a műsorszámait. Nagyon sikeres volt az első ilyen próba, ugyanis 93-an jöttünk össze a táncházban. Elég nagy erők mozdultak meg ott, azt gondolom, és ezzel az úton megyünk tovább. Minden hónapban egy ilyen jubileumi próbát tervezünk, de többektől kaptuk az infót, hogy nagyon jól érezték magukat, hogy lehetne esetleg több. Csak azt mondja, csak... A rendezvényen felléptek még a felszállott a Pávából is ismert haraszti ikrek, Julcsi és Marcsi, akik egy bakonyi népdalcsokorral örvendeztették meg a jelenlévőket. Híres a brioska, alúszik alatta, olyan mélyen alszik a fekete földbe, nem is tudja, hogy a sírját fűben őtte. A produkciók után a vendégsereg néprajzi totót tölthetett ki ajándéktárgyakért, majd következett a disznótoros vacsora. A télbúcsúztató farsangi mulatság hajnalig tartó táncházzal zárult.